Jó estét kívánok, köszöntöm a Hajdúböszörményi Városi Televízió nézőit. Szó van róla rovatunk mai vendége, Oszabó István, Jászai Mari díjas színművész. Köszöntöm Önt. Ön egy színdarabbal készül, a városnapjához kapcsolódóan. Mit tudhatunk magáról a darabról? A darabról annyit érdemes tudni, hogy ez nem egy színdarabnak íródott. Karinti Frigyes ezt valamikor az első világháború idején írta, és ez tulajdonképpen egy elbeszélés. Ő magában is formabontó, hiszen egy embernek, egy katonának a gondolatai, miközben egy közelgő ütközetre készülnek, illetőleg hát ennek a kérdésnek a vívódó megemésztése, hogy mi fog történni. Előbb-utóbb lesz ütközet. Tehát a történet leírva ennek a katonának a belső monológia, amit megszakít a vezényszavak sora, amik időközben ugye a környezetben elhangoznak, és ennyi. Engem annyira mélyen megérintett ez az elbeszélés, már korábban találkoztam vele, mert egy egészen szokatlan beállítás. Mióta az ember él, többé-kevésbé meghal előbb-utóbb. Az ember mindig kíváncsi belül, legesleg belül, már gyerekkorától kezdve, hogy milyen az meghalni. Meghalni miért? Meghalni hogyan? Meg kell-e halni? Muszáj-e? Lehet-e önként, nem meghalni, de önként vállalni olyan élethelyzetet, amiben elkerülhetetlen a halál? A hősök kérdése. Mitől hős a hős? Hogy mindenki, aki meghal, az hős? Ugye katonaság ma is van, mind a mai napig. Ma valami egészen más, hogy viszonyulunk az élethez, az élet értékét, vagy az élet védelmét, féltését. Ma egészen más, hogy éljük meg, mint néhány generációval ezelőtt, nem beszélve a korábbi századokról. Bár az ember lényegét tekintve belül nem változott, de ez a kérdés nagyon érdekes. Itt van ez a haza nevezetű fogalom. Kinek mi a haza? Meg kell halni a hazáért? Valóban a hazáért halunk meg, vagy olyan érdekekért, amik magukat a haza érdeke mögé állítva képviselnek, vagy adott esetben a Vágóhídra hajtanak seregeket, tömegeket. És azoknak a lelki nyugalma, békéje, akik adott esetben háborúba visznek, küldenek embereket. De ez egy nagyon individuális korszak, rendkívül materiálisak vagyunk, félő emberek vagyunk, gyávák, rettegünk a haláltól, alapvetően. A környezetünk nevel azzá, idomít, mindegy, hogy mondom, azzá, akik vagyunk. Nincs önálló életünk valójában, hiszen csak ismételgetjük a környezetünkből örökölt, fölvett, akár genetikailag, de akár neveléssel átvett mintákat, amit aztán magunkba építünk, és azonosítjuk vele magunkat. Azokat, amiket lelkünk szerint, szívünk szerint elfogadunk, helyeslünk, azokkal könnyen azonosulunk. Amit nem szeretünk, azokat kitagadjuk. Azt mondjuk, hogy itt van valahol rajtunk kívül a világban, de ezt utáljuk, nem szeretjük, szeretnénk elkerülni. Vagy kifejezetten szembeszállunk vele. Ugye ez a dolog, hogy ami nem tetszik a valóságban, körülöttünk, azt szüntessük meg. Igen, hát ez egy másik kérdéskör lenne, hogy hogyan is hozzuk mi létre a valóságunkat, és hogyan tudjuk változtatni az élet nevű színdarabban a saját szerepünket, de ez valóban máshova visz. Tehát rendkívül érdekes ez a történet, és találtam ezt a Karinti féle elbeszélést. Én nem akarok itt Karintiról áradozni, rendkívül nagy gondolkodó, nagy humanista, fantasztikusan, finoman és árnyaltan fogalmazó, író, nagyszerű magyar gondolkodó és kimeríthetetlenül gazdag
nagyon sok mindent tud az emberben belül történő dolgokról. Egy szóval zseni. És még felfedezetlen még mindig. A korszak, a korunk még mindig nyers és durva ahhoz, hogy ezeket a finom, mély bölcseleti, ugyanakkor a hétköznapi ember számára és természetes, sőt, olyan súlyú dolgokról ír, hogy azt nem is lehet máshogy, mint hogy úgynevezett kabaré, vagy lényegében a humorral, mert az nem azonos a viccel, a viccelődéssel. Tehát egy kincset találtam, aminek, ha összefoglalnám, azt kellene mondanom, hogy ez egy olyan katonáról szól ez a történet, aki a társadalom miatt hal meg. Talán szebben hangzik azt mondani, hogy a társadalomért. Itt nem a királyok, nem a hatalmasok, nem a politikusok, itt nem. A közössége sorsa, az ő sorsa is. De senki nem szeretne meghalni háborúban. Hogyan oldható ez fel? És van egy partnere. Ez egy értelmiségi ember ez a katona, mondjuk így. Inkább úgy mondanám, hogy a maga érett lelki bölcsességében szembe kerül-e az elkerülhetetlennel, és akkor azt mondja, hogy akkor legyen meg, aminek meg kell lenni. Mert a társadalom élni akar. És az emberek élni akarnak. És azt mondják, hogy valaki menjen el oda, álljon oda, és védjen meg bennünket. Nem egyszerű kérdés. A mi történetünk, a személyes történetünk, most a városra gondolok, erre a szűkebb, ennek a földnek a kilélegző, belélegző párájára, ami átjár bennünket. És igen, az évszázadok is érezhetőek. Azok a sorsok, azok az emberi küzdelmek, vívódások, amikkel megélték itt ezek az itteni hajdúk, akik egy kicsit máshogy szerveződtek az életkörülményeik miatt, ugye? És itt örököltük, emlékszem, de hát nincs talán idősebb ember, biztosan nincs, aki az apák vagy a nagyapák történeteiből ne lenne személyesen is érintett. Most a Trianon 100. évfordulója kapcsán, ami önmagában egy eléggé megosztó kérdés, a társadalomban a véleményformálók és véleményközlők sokaságában, ami mögött aztán persze már ideológiák, meg politikai és egyéb megfontolások is vannak, aminek semmi köze nincs a művészethez, és ezzel én nem is foglalkozom ezzel a részével, azt majd a politikusok, a történészek, és mindenki a saját személyes, ilyen vagy olyan érzelmi és egyáltalán nem értelmi alapon valamilyen oldalra áll. Tehát ezzel nem kívántam foglalkozni, de szerettem volna egy olyan emléket állítani, ha már itt van ez a 100 éves Trianon a nyakunkon, minden járványos körülménnyel együtt, hogy én magam személyesen szeretnék egyfajta emlékező visszatekintést a mindenkori katonára, a mindenkori katonákra mindenhol a világon, de persze úgy is magyarul és úgy is így, ahogy ezt én élem meg. Majdnem azt mondanám, hogy ez olyan, mint egy imádság, egy kegyeleti játék, amiben megidézzük azt a történetet, azt az időt, azt a helyzetet, ahol ez az ember egy katonatársával, egy kubikossal, akinek fogalma nincs arról, hogy a világ körülötte milyen, és ennek a két embernek a furcsa halálba vonulása, vagy halálba rohanása. Egyébként a kubikos, ő nem szereplő, ő csak ott megy a katonánk mellett, mint katonatárs. De van egy másik szereplőnk is, mert ugye ez a történet így azon kívül, hogy mindenki elolvashatja kedvére.
ez ugye még ettől nem színpadi műfaj. Én azt a műfaji meghatározást adtam neki, hogy drámai etűd. De mondhatnám azt is, hogy belső mise. Egy nagyon belső lelki mise. És hogy mennyire a máról van szó, és mennyire rólunk és rajtunk keresztül az összes hadfiról, minden katonáról, azt az is jelzi, hogy egy keretet találtam, kínált a történet maga köré, amitől színpadivá tudjuk tenni ezt a történetet. Egy lány, egy mai lány, aki a maga 20 vagy néhány évével ugyanúgy szembesül azzal, hogy itt van ez az alkalom, ez az emlékező alkalom, és ő hogy? Ő mit gondolhatna, mit érezne? Hiszen a hozzá kapcsolódó, hozzá is tartozó valaki, aki egyszer ott elment a... És most itt megidézzük ezt a történetet, ezt a rövid történetet, amíg végül is beteljesedik, amit a sors dramaturgok megírtak. És ez az ő emlékezete, ő idézi meg ezt az akkori eseményt, úgy, ahogy ő ma ezzel, mint egy néma főhajtással, végül is valami érzelmi csókot nyom mindenértünk meghalt hősnek. Mert hiszen hősök, ami ugye további kérdés, hogy miért hősök a hősök, mitől hősök a hősök. Én azt gondolom, hogy már nyilván szeptembert írunk, mire a mostani beszélgetésünk adásba kerül, már javában tartanak nyilvánvalóan a próba folyamatok. Hogyan is lesz egy elbeszélésből drámai etüd, mit fogunk látni szeptember 14-én délután? Igen. Nos, ebbe a kis kerettörténetbe ez a lány, ez egy zenész. Egy mai lány, egy fiatal lány, aki egyébként zenész. Ő a hegedűjével fogja ezt az egész történetet megnyitni, a múltat kinyitni, elindítani, és a színpadon jelen lesz a katona. Egyszer a katona, akit én mondok, alakítok, játszom, most hirtelen nem is tudom, hogy kellene ezt, vagy élek inkább, talán még ez van legközelebb, és a lány, aki a szobrunkat, az első világháborús szobrunkat, illetőleg azon lévő figurát, behozom a színpadra. Jelen lesz. És mindez ő érte történik, rajta keresztül. Általában itt a jelképeknek van fontos szerepe, hiszen semmilyen nagyon naturális dolgot nem akarok csinálni. Az egész, hogy mondjam, hangulata a dolognak is, az egész belső igénye kéri, hogy itt emeljük a költészet felé, és itt ne holmi naturális irányba menjünk el. Ezért három szereplő van a színpadon. Ebből egy valóságos idejű élő szereplő, ő a lány, aki ezt az egész dolgot ezt a celebrálja, hogy így mondjam. Ő fogja életre kelteni a szobor szellemét, hogy ilyen látványos, nagy fogalmazva, sokat engedjek meg magamnak. És jelen lesz a darabbeli katona, akit én fogok képviselni, de én valójában nem vagyok igaziból jelen, de hát azt mégse gondoltam jónak, hogy beállok a szobor mögé, és, mert nem is kellene, hogy látszódjak. Ugye ez csak megszólal. És természetesen a környezetben, a háttérben, mint egy rádiójáték, ugye megpróbáljuk ezt az egész milliót, ez nyilván a hangtechnikai kérdés is, megjeleníteni. Egyébként pedig szinte, mint egy koncerten, vagy egy bármilyen előadáson állunk szépen a helyünkön, tehát érvényes jelenlévő szereplő az a lány, a hegedű, aki hegedül. Egyébként ő maga is írta hozzá a zenét, nem csak hegedüli, hanem ő maga is a zeneszerzője ennek a történetnek.
megérzésem szerint nagyon érzékien és nagyon mélyen és pontosan sikerült ezt is megfogni. És természetesen, tehát mi ketten állunk, és ott van a szobor, nyilván képen. Így jön ki a három szereplő, és ebben a... Tehát semmilyen színházi, hagyományos, szaladgálunk, akciózunk, ilyesmi nincs. És jelen van a lány, aki ezt az egész dolgot ma, 2020. Igen, furcsák ezek az évszámok. Az idő nagyon furcsa. Szeptember 14-én délután 3 órakor itt a színházteremben megmutatjuk, és én remélem, hogy komoly nyomot fog hagyni a nézőknek a lelkében. Azt gondolom, innentől kezdve az elmondottakból már is kiderült, hogy ez szervesen kapcsolódik nyilván az első világháborúhoz, a város napjához is nagyszerűen illeszthető, főleg annak fényében, hogy ezen a napon történelmi konferenciát is szerveznek, így már teljesen nyilvánvaló tulajdonképp. Ennyire tudatos volt egyébként az időpontválasztás és minden? Hát megint csak az égi dramaturgiára kell hagyatkoznom, vagy rájuk kell hivatkoznom. Ezt eredendően ezt az előadást júniusban szerettük volna, azon a bizonyos negyedikei napon, azt hiszem, jól emlékszem, amikor ez a trianoni nap van, de a körülmények ezt nem engedték meg, de mindenképpen szerettem volna, ahogy lehetőség van rá bemutatni, és kínálta magát a városi rendezvénysorozat, amiben ez tökéletesen illeszkedik, hiszen délelőtt, ha jól tudom, történészek konferenciáznak Trianon kapcsán. Ebéd után a múzeumban lesz egy kiállítás megnyitó szintén ehhez az eseményhez kapcsolódóan, és ezt zárandó, ezt az eseménysorozatot 3 órától pedig itt ezt a kis előadást szeretnénk bemutatni, és nagyon fontos, nagyon személyes ez a történet nekem is, ezért nem akarok szokásos közhelyeket és okosságokat mondani. Meg kell nézni. Ennyire megérintette hajóböszörményiként, művészként is ezek szerint Karintinak ez az írása? Igen, mert senkit nem vádol és elfogadja. Nagyon ritka dolog. Nagyon ritka dolog, hogy nem a világot átkozva, és hanem valami a sorsszerűség megértése és vállalása. Nagyon összetett a kérdés. Azért nem szeretnék erről sokat beszélni, mert az már mély pszichológiai kutakodás lenne, és ez már nagyon egyéni. Van az úgy, hogy meg kell halni, és az ember általában nem nagyon szeret meghalni. És nagyon személyes. Számomra személy szerint meg akarok halni a szerep szerint ebben a dologban. Méghozzá úgy, ahogy ez ma is számomra emberként talán vállalható. Amire azt tudom mondani, hogy igen, van az a helyzet, amiben az ember méltósággal, ettől még drámai a dolog, de belül egyfajta méltósággal azt mondja, hogy magunkért, a társadalomi, hogy a társadalom éljen. A haza? Mi a haza? Mi a társadalom? És ahány ember annyiféle. De van egy közös pont, amikor az ember megtalálja, és el tudja fogadni. Majdnem azt mondanám, de az már a dacosabbik hangulat, hogy hát akkor hadd lám, Uram Isten, mire megyünk ketten. Nagyon összetett. És nagyon személyes, és remélem, hogy sikerül a nagyapámék korosztályának, és bárkiknek még utána is, akik ilyen helyzetben, és sokan voltak a mi családunkban is,
egy picit lelkileg azonosulni velük, és megélni azt a történetet, amit hétköznapi emberként persze, meg kínos, meg nem szeretjük, meg nyomasztó, hiszen itt van ez a furcsa dolog, ez a halál, amivel szintén elégedetlen vagyok, mert azra, ahogy nálunk a halálnak ez a furcsa riasztósága, voltak és vannak kultúrák, ahol teljesen mást jelent a halál. Mi nem tudunk meghalni sem. Hogy élni meddig és mennyire tudunk még, azt nem tudom, dönts el ki, de meghalni nem tudunk szépen. Pedig volt idő, amikor tudtunk. Ez nem egy színházi történet, ez nem egy színház. Ez egy kicsit más. És nagyon fontos személy szerint nekem is, hogy szembesüljek ezzel. Én akarom megélni a halált. Ebben a játékban természetesen. István, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én azt gondolom, hogy nagyon sokunk érdeklődését biztos vagyok benne, hogy felkeltette. Találkozunk szeptember 14-én itt a Színházteremben. Önöket pedig arra kérem, maradjanak továbbra is itt a Hajdúböszörményi Városi Televízió műsoránál.